A magyar gazdák piacképességének fenntartása és növelése érdekében fontos, hogy a vidékfejlesztés tovább folytatódjon. Ehhez az is hozzátartozik, hogy azok a támogatások, amelyeket a gazdák már megszoktak és ismerik az igénylés folyamatát, azok megmaradjanak, és ne alakuljanak át gyökeresen. A magyar mezőgazdaság támogatása mellett a kisebb vállalkozásokra, helyi gazdaságokra is figyelni kell. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sokan élnek mezőgazdaságból, sokan foglalkoznak növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, és az őstermelők száma ebben a megyében a legmagasabb. Körülbelül 30 ezer regisztrált őstermelő van, és természetesen mellette vannak még a családi gazdaságok, vagy a nagyobb gazdaságok. Mi szövetséget kötöttünk a gazdákkal, hiszen az ő érdekükben és a mezőgazdasági termelés termelékenysége érdekében egy kiszámítható hazai és uniós támogatási politikában vagyunk érdekeltek. Kiszámítható birtok és igazgatáspolitika is szükséges ehhez a stabilitáshoz. Így lesz a 20. századi agráriumból tudás alapú, precíz és automatikusan működő 21. századi agrárszektor. Ezek megvalósítása pedig nem működhet jó érdekképviselet nélkül. Azon dolgozunk, hogy mindaz a közös agrárpolitika alapelvei, ami eddig működtek, azok a jövőben is megmaradhassanak. Nagy küzdelem van, hiszen a Brexit folyamatában Nagy-Britannia távozott, ő nettó befizető volt, tehát kevesebb büdzsé áll rendelkezésre. Az a célunk, hogy hogy tudjuk mégis változatlan mértékben meghagyni a gazdáknak a kifizetési támogatásokat. Szeretnénk úgy tárgyalni, hogy ezek a kifizetés összegek megmaradhassanak. A magyar kormány azért hajlandó többet befizetni a büdzsébe, nem csak a GDP 1%-át, hanem 1,2%-áig is hajlandók vagyunk elmenni. A kormány támogatja azokat a változtatásokat, amelyek a globális válságkezelést szolgálják, a klimatikus válságot kezelik, és központi választ adnak egy-egy problémára. Számítások szerint ugyanis 2050-re 9 milliárdan leszünk a Földön, ezért a jelenleginél 70%-kal több élelmiszerre lesz szükség, azonban 30%-kal kevesebb ivóvíz és termőföld áll majd rendelkezésünkre.